még ebben nem ismernek, mert azt vagyok, hogy mire is mondtam, most már kiegészítem Gixelre, így is Klassz nevén arra szeretni, hiszen és próbáltam visszállítani egy színes bemutatót a jövőbeli kastély arculatával, kicsit a vasatatra, a kovácsatos munkáját, a bájállati funkcióra és a kártelésre gondolok itt. Ilyen érdekes dolgot írtam fel, megemlítem az örökölt szenvedélyt, évszázados dinasztiát, hagyományozást és alakulást, a kézmunkát, mint értéket, illetve a mesterség átadást, a fenntarthatóságot. Így egy picit, mert idegennek tűnik, ha most megnézzük ezt a pár lejegyzést, az egésznek a lényege, hogy ha összetartjuk rakni ezeket a fázereket, akkor arról szólna, hogy az örökölt szenvedély az onnan jön, hogy a több mint generációra vezethető vissza családnak a kovács szakma, ami apáról fiáról szállt, illetve közel most már 200 évesre mondható, hál' Istennek. A legfontosabb és egyben legnagyobb szempont a kézmunka és a hagyomány alkalással összehangolni ezt az egész dolgot, úgyhogy az majd még reméljük több évszázadat tovább fog adódni és meg fog maradni, mint fontos érték. Ezért csináltam a mesterség átadást és a fenntarthatóságot, ami sajnos a mai időben gondolva nagyon-nagyon ritka dolog és egyben kihaló. Erre a mesterségre gondolva a kovács szakmára gondolva kihaló félbe lévő mesterség, azaz sokan felvillannak, így igaz, és azért mondom ezt, hogy lakatos munkaként rengeteg kovács jellegű munka kerül napvilágra. Most már veszélyeztetlen ez a mesterség is, úgy érzem, most idézőjelben mondom, mivel van egy olyan problémánk is, hogy egyre jobban megjöttek ezek a gépies forradalmasításon, hát ezek a gépi munkák, sablonmunkák, rések és öntőtermelőkből elkészített munkák, és most már elmondhatom, hogy a műanyagipar is nagyon jól tudja használni ezeket a kovács jellegű dolgokat, lefröccsönik egyszerűen is, és nagyon jól néz ki. Hát rengeteg szemben, mint farikarokban, csillárokban is, és még sokszor, ami előtt nagyon érdekes úszítékozók, még alapsuglóban is. Ez érdekes, ami előtt van, akkor fényből készít. Egy picit akkor visszatérve az egészre, a másik ok, ami veszélyeztetlen van, az az, hogy egyre kevesebb a jó mesterember sajnos, eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy akik már örökölődnék a szakmát, vagy esetleg már nem annyira állnak közel, nem érdekli annyira őket az egész, és próbálnak a mesterembertől a kóra haladni is, és már legépjesítnek teljesen is, és a kézi munka által még ugye elrejtékes munka néha, azt próbálják visszajutani. A fenntarthatóságot, tehát az apáról, fiáról, aztán a mesterség aktívan, akik még dolgozunk, jelenleg pillanatban megtatál. 82. esztendei tölti, és édesapám, valamint maradtunk legények, van még egy úrm is, én is öcsém. Sajnálom, hogy éppen egy pakót tudtam mondani. Egy picit hangotokkal tegyem ezt az egészet. Hát közel jövő velem, ezt egy fiam mondom, csak én majd a fenntarthatóságra összpontosítottunk, akkor a kitűző célt a link fogja majd vinni. Nem előzhetünk semmi, de remélem, hogy egy pakót. Felvetésképpen még egy picit. Most már a tekintettel a kastély arcolata, a késő reneszánszban épült, illetve a késő reneszánsz jellegeitől hordozza az egész épület. Megemlítenék egy pár dolgot a reneszánsz vasmességű, holott a jelenlegi alkotókban fennmaradt vasmunkák, ezt nem tükrözik, illetve nem is
akkor készültek az azon 19. szalonára jelző kránca, az ő születelt, hogy a hangosról úgy beszélt a tornác alapítás, ami már maradt, a elméleti kollát. De viszont egy néhány szót azért jó lenne, hogy tudjuk a reneszánszos mességről. Itt a reneszánszban felváltotta teljesen a lapos vasak és a kipróbálások nézetet, a célokat, a férgömb, illetve a gömb alakú pálcák, szálak, vasszálak és az inda szerkezetek. Teljesen bevállózták a rásokat, illetve amiket készítettek a mesteremberek, a vasazatokat is készítették, az inda hatását minden próbálták rávinni a kémre. A németek voltak valamikor a legjobbak ebben az egész dologban, a reneszánsz idejében, majd követték őket az olaszok és a spanyolok is, és hogy a rendelés kitérjünk. Ez a 17. században beszélhetünk leginkább, majd amikor most már a reneszánsz leáll, és akkor következne az igazi fényvesség, ami él világra, az a 19. század, végül a 20. század, ahol a legtöbb tisztettel összhangban lévő vasmunkák jöttek napvilágra, és kifejlődik teljesen magukat esztétikai, dekorációi és statikailag megfelelő célszolgáló funkcionális szerkezeteké. Itt van, amit említettem, a reneszánsz ajtópánt, illetve vasajtónak a cégékonozója látható, jó zsúfolt, több igazes munka látható. Rengeteg szerményes spirális vasúlagon is hallottak ráncsokat, az is jelentő volt, de az innen a motivum az a legfőképp. Illetve a hasítások és a kézeléknek a 9 darabban legfontosabb része, a gyűrűs kötések, illetve a szeges kötések, amik rá tudják a halacat egymáson, illetve a szegecsének mindent a rögzítés szempontjából. Ez volt a tiszta kézi munka, amit mai nap egyenlátban megtaláltunk. Hegyeztő, a csodálatok és ezt szoktam mondani. A másik részben át is térni most már a bevezető munkának a kovácsokas kapu tervére. Hát itt egy pár fotó látszik, hogy mi látszik, mi nem látszik, mi akar lenni, mert az az egésznek lényeg, hogy meg szeretnénk menteni ezt, ahogy beszéltünk itt a Attilájban ezt a korlátok elmekét. Illetve a műemlékkel legyen összhangon kapcsolatos, akkor egy picit majd elejéből is megítsünk ötletét, hogy majd a kapunál mit teszünk be, a kapuról is szól ezt természetesen, illetve a kerítésről is. És akkor a kapura rátérve csinálom egy pár fotót, korlátnak az elmei, cég elemek, illetve a S elemek. Ezek itt készítem a 1900-as évek elején, helybéli közösségbeli mesterembere által, viszont türelmes kézmunkával, szegeteléssel, gyöngyösködésekkel, visszaívelésekkel, húzasztásokkal, és az álló lap lekibolásával teljes hosszan minden labi, ma nagyon sokáig látszik, nem biztos, hogy látszik, viszont meg van hajolva a régidőbeli lóbul megjelenések, illetve egyéb kommunizmus felé, illetve a kritizálás időszak alatti megviselések látszódnak, ami meg reméljük, hogy megoldódik és hát úgy végezni a munkálatot. Rá is térünk akkor a kapulát, most én fogom letenni, elég magas révén. Itt van egy olyan révén, jövő rendben szó. Nem tudom, mennyire látszik. Az elemeket összehangolva, ugye a látható itt a korlátsó, próbáltunk egy gyakorlatilag belülnénk a, nem tudom, lehetően a kis kapunk, bejárati kaprészünk, bel is tükire egészen az alsó évre, viszont a beszélgetésünkből többször is rájöttünk arra, hogy nem, ugye most már nem kellene túl zsúfolni ezt az egészet, nagyon legyen egy picit úgy értékes a kézmunkát tekinthető most már, illetve a korra is haladunk, de viszont maradjon a kézmunka, kézmunka. Középre elterveztünk a kis nyílóba semmit egyelőre, viszont a nagykapuba címért majd két nagy nyíló számra belész középre alkotva. Hogy összhangban legyen egy picit az S-elem, C-elem,
felső súlyt, azt így képzeljük el. Nagyon fontos, hogy az ívelés. Tehát ugye, hogy összehangon passzoljon mindent, vannak boltidolók, ilyesmi, az ide kell. Akkor így jön az ötlet, a kapulás a kében, minden széles kötéssel rendesen a végződéseknél, a rögzítéseknél. A motivum megválasztva az egyik számomban, amit beszéltem, a korláthoz hangolva, és az állrendszer, illetve maradtak még a harcátnak, egy picit hangozosabbá tegyük a régmódi csavarásra. Ezt azt kiütőznék. A bérincsek mindenhol, ami tiszta kézmunkáló, és tanulbizonságot, illetve, ami érdekes, hogy a megválaszt, az elkészítés az úgy történt, hogy egy szimmetrikus dologról beszéljünk. Tehát elképzeltünk ide egy bal oldali bejáratot egyelőre, majd nem tudjuk, hogy még változik, ott vannak elképzeléseink, de nagyon jól néztük, hogy így van. Illetve egy jobb oldali, tehát kisnyúló, jobb oldali egy ár bejárat, ami nem nyílik, tehát ár kiskaput, illetve két nagy nyíló. A méretek nagyjából most így vannak. Majd ott is valami némi szerkezeti dolog, ha adódik, illetve egyébben, akkor az építkezésben akkor lehetséges, hogy pár centiből, pár tízet milliméterből fognak változni. De egyelőre statikailag is megtervezem minden funkcionálatásnak is megfelelően ezek ez a terv nagyon jól teljesítenek, tehát nagyon jól lenne. A két kapuszám tömör lassul beszélünk mindenhonnan. A szárnyak egyenként 140-145 kg körül számoltam elkészítés után, illetve a két nyíló az 70-80 között van a két kiskapu, egy nyíló és egy kiskapu. A legfontosabb, amiről itt érdemes beszélni, és mi emlék révén is itt a jó kitérni a lábazatokra. Ugye én belehozottam, nem tudom mennyire látszik, kicsit úgy megcitatoztam a kő, tehát hagyományos, természetbeli, természetes kőről lenne szó, amiből kiraknak majd megfelelően sugárznak mester emberek, illetve elvégeznék a lepasztolását megfelelő méretekkel az egész kutyarcára. És akkor itt vannak a motivunk ismét, hogy hogy készül az egész, miből áll össze, híre és stb. A kőlába akkor gyorsan rá is tenni, de próbáltam még színesen védeni ezt az egész bemutatást, hogy mi a lényeg, hogy a kőből van, hogy milyen szép, milyen jó. Sokan tehetszem, csodálatban képesek is még, csinálnak még vaslábazatot is, azt is, hogy szemlétessen, de ez az Isten elakulás munkának egyik vonzalmas idő szoktam mondani, jó székelyesek. Ez a kaputát csak szerkezeti, illetve kiütözési hasonlat, látva a kőlábakot és az ívelés, amit ugye beszéltem, nem más, mint az, hogy viszont az elképzelés az így nézne ki, kemény szerkezettel is, és jó ránézés, jó beállítás, hogy igen, ez egy gyöngyszerűen az kastélyben. A másik rész, a 30 részben most a kovácsokas kerítésre térnék át. Itt a ugyanúgy egy hasonlat kivitelés szempontjából nagyon jó látszik itt is, hogy milyen hasznosan kérje majd, hogyha a kőlábokkal szépen el van készítve az ívelések, ott nekünk egy picit változik az élünk, az minden kiderül. És ami még érdekes lesz, hogy nem lesz teljesen ilyen magas ezen a 70-80 cm-ben veszélyre. Van 50 cm-re gondoljuk, picit nagyobb kerítés elemmel, és akkor valami be ezt alkotva. És akkor szeretném megkérni, hogy lássuk is, hogy mi történik a tulajdonosokat, hogy vagy legalábbis gyártjuk is velük ezt a nézzük meg, hogy készült el a munka. Vagy elhúzni. Vagy elhúzni. Vagy elhúzni.
amit elképzeltem,